Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 8-a van Medárd napja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. A regionális együttműködés jegyében kezdődött meg Ohridban a Nyitott Balkán konferencia első munkanapja. Mintegy 200 belgrádi iskolában volt bombariadó ma reggel. Tájárország és Vajdaság tartományi szintű együttműködéséről tárgyaltak Újvidéken. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott az olasz csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában. A Nyitott Balkán nem az Európai Unió alternatívája, de jólétet hoz, jelentette ki Alekszandar Vučić az észak-macedóniai Ohridban. A kezdeményezés nem helyettesítheti az euróintegrációt, azonban nem lát rá okot, hogy a régió országai miért ne közelednének egymáshoz, hogy szorosabban együttműködjenek, mondta a szerb elnök a csúcs találkozó előtt, amelynek hivatalos megnyitóját ma tartották. A kezdeményezés alapítói Szerbia, Albánia és Észak-Macedónia vezetői mellett a találkozón Montenegró és Bosznia-Hercegovina képviselői is részt vesznek. Ez a mi kezdeményezésünk, a balkániak kezdeményezése, azoké, akik megértik, hogy maguknak kell megoldaniuk a problémákat, mondta Alekszandar Vučić a megnyitón. Külön köszönetet mondott Várhelyi Olivér bővítés és szomszédságpolitikáért felelős Európai Uniós biztosnak a részvételért és a kezdeményezés támogatásáért. Postoji nešto što se vidi u odnosima između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Mi gotovo da bilateralnih problema međusobno nemamo. Uspeli smo da rešimo i neke probleme koji su stajali između nas 50, 60 i 70 godina. Mi nemamo nikakvih zahteva ni prema kome sem da budemo prijatelji, da sarađujemo i da radimo u interesu naših građana. A gazdasági mutatók nőnek Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia között, ami azt jelenti, hogy többen ebből élnek és eltartják a családjaikat, tette hozzá Vučić. A szerb államfő új javaslatokkal érkezett, miszerint a télen is segítsék egymást az országok az energetika, az élelmiszer és a gázellátás terén. Danas podpisujemo dogovor o diplomama, što će značiti ubrzanje svih procesa oko radnih dozvola. Da vidimo šta je to što nam ljudi još traže, da saslušamo naše privredne komore, da vidimo šta je to što ljudi još očekuju od nas. Fejleszteni kell az áru és tőke kereskedelmet, és a háromoldalú idegenforgalmat is, szögezte le a szerb államfő. Dimitar Kovacevski, Észak-Macedónia miniszterelnöke szerint a nyugat-balkáni országok egymás felé fordultak az ukrajnai válság és a háború körülményei között. Ez a kezdeményezés a régió békéjének és gazdasági fejlődésének záloga. Ova je naša záložba za podobar život na našite narodi. Naša autoktona inicijativa za europeizacija na regionot. Otvoren Balkan veće gi dava prvite rezultati za građanite i za stopanstvenicite. Зелената лента за транспортни возила на граничните премини Чафасан и Табановце овозможува значително побрз проток на камионите кои превезуваат земјоделски производи или храна. Edi Rama, albán miniszterelnök kiemelte, azért van itt, mert szeretné folytatni a jövő felé vezető utat, nem hunja le a szemét olyan problémák előtt, amelyek csak úgy oldhatók meg, ha megértjük egymást, és ha tudjuk, mennyire fontosak vagyunk egymásnak. Në ndërkohë që në horizont është një dimër, ku problemi nuk do t'jetë çmimi i energjisë, i cili do vazhdoj të rritet. Problemi do t'jetë se s'do ketë energji fare për ta blerë. Kemi ne luksin që të qëndrojmë me kuriz nga njëri tjetër dhe të fillojmë të hapim defterët e konfliktit dhe të rrim të merë. Alekszandar Vučić kezdeményezte, hogy a Nyitott Balkán következő csúcs találkozója valahol Dél-Szerbiában legyen a nyár vége felé.
Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia Ohridban a nyitott Balkán csúcs találkozón aláírták a diplomák és tudományos címek, valamint együttműködési megállapodások kölcsönös elismeréséről szóló egyezményt több területre vonatkozólag. Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia művelődési miniszterei szándéknyilatkozatot írtak alá a nyugat-balkáni kulturális együttműködés terén. A turisztikai együttműködésről szóló memorandumot a három ország szakminiszterei látták el kézjegyükkel. A három ország adóhatóságainak igazgatói is együttműködési egyezményt írtak alá a három intézmény között. Mintegy 200 belgrádi iskolában volt bombariadó ma reggel 9 óráig. Összesen 148 általános és 66 középiskolából érkezett bejelentés bombariadóról. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendőrség kivonult a helyszínekre. Valamivel 15 óra előtt kiürült az összes egyetem, kollégium és más épület Újvidéken az egyetemi város területén bombariadó miatt. Nem hivatalos forrásokból kiderült, hogy az újvidéki repülőtérre is érkezett elhelyezett bombáról szóló üzenet. A rendőrség a helyszíneket átvizsgálta, valamint a csennei repülőteret is, és kiderült, hogy ismét hamis bombariadóról van szó. Idén január 1-e és június 1-e között több mint 1000 bombariadóról érkezett bejelentés Szerbia szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autó Berlinben, egy ember meghalt, legkevesebb 14-en pedig megsérültek. A hatóságok tájékoztatása szerint a halálos áldozat egy tanárnő, aki diákokkal volt a helyszínen. A sérültek közül 5-en életveszélyes, 3-an súlyos állapotban kerültek kórházba. A gázoló egy 29 éves német örmény kettős állampolgárságú berlini férfi. Autójával nagyjából a Vilmos császár emléktemplommal szemben felhajtott a járdára, elgázolt több embert, aztán visszatért az úttestre, és mintegy 100 méter után ismét a járdára hajtott, és végül egy parfüméria kirakatát áttörve állt meg. Az autóból kiszálló férfit járókelők feltartóztatták és átadták a rendőröknek. A mentésben és a helyszínelésben mintegy 60 mentő és 130 rendőr vett részt. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, és Christopher Drexler, Steyerország tartományi kormányának kulturális, európai, sport és emberi erőforrások miniszterek közös nyilatkozatot írt alá Vajdaság és az osztrák tartomány közötti gazdasági, oktatási, környezetvédelmi, sport és kulturális együttműködésről. Partnerségünket szeretnénk megújítani, megerősíteni, és arra számítok, hogy e dokumentum után együttműködésünk konkrét projektekkel lesz mérhető, amelyeket az elkövetkező időszakban valósítunk meg, mondta Mirovics. A Steyer tartomány egyik prioritása Vajdaság a Balkán ezen részére vonatkozó politikájában, és ebben esélyt látunk a közös érdeklődésre számot tartó területeken való kapcsolódásra, tette hozzá a tartományi kormány elnöke. Magasrangú osztrák küldöttség járt a tartományi képviselőházban. Manuela Kohm, az ausztriai Steyerország tartomány parlamentjének elnöke vajdasági hivatali kollégájával, Pásztor Istvánnal abban állapodott meg, hogy a két régió számos területen fűzi szorosabbra a kapcsolatait, a gazdaság, a kultúra, a sport és az oktatás terén. Vajdaság és Steyerország között 2003-ra nyúlik vissza a partner kapcsolat. A kétnapos látogatás alkalmával a két tartomány közötti együttműködés folytatásáról is megegyeztek. So sehen wir als Delegation auch unseren Besuch heute, um einmal zu sehen, was könnten wir gemeinsam angehen, wo sind die zukünftigen Themen, und auf einige haben wir uns schon geeinigt, das hat der Herr Präsident ja schon gesagt. A találkozón szó esett eurointegrációs kérdésekről, együttműködésről a gazdaság, kultúra, sport és oktatás terén, a duális oktatás lehetőségeiről és szoftverfejlesztésről is. Önmagában az, hogyha egy ilyen fontos küldöttség itt van, látja, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, hogy gondolkodunk, önmagában ez egy fontos dolog. Abban a nagy csatában, aminek most ebben a pillanatban az elszenvedői vagy részesei vagyunk ebben az átalakuló világban. Fontos partnerokat, fontos barátokat szerezni, és azt gondolom, hogy ez a nap is ezt szolgálta, és sikeresen láttuk el a lehetőségeket.
A két tartomány egyetemeinek együttműködésének lehetőségéről is tárgyaltak, elsősorban az információs technológiák területén. Sors döntő harc folyik Szeveradonyecknél, a város uralma lényegében eldönti azt, hogy melyik haderő uralja Luhanszk megyét. Az orosz erők katonákat szállítanak a térségbe, az ukránok pedig igyekeznek megerősíteni pozíciójukat a városban. Az orosz és az ukrán fél is súlyos veszteségeket szenved el. Hírszerzési jelentés szerint Oroszország továbbra is három irányból kísérel meg támadásokat a Szeveradonyecki terület ellen. Az ukrán védelem azonban tartja magát. Mindeközben helyreállt az orosz invázió előtti rend Csernobilban. A sugárzásmérő műszerek ismét adatokat küldenek a csernobili tiltott zónából az Ukrajna elleni orosz invázió óta először. Megszavazták a háborús veszélyhelyzetről szóló törvényt a magyar parlamentben. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter elmondta, hogy november 1-jéig lesz érvényben a jogszabály. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló jogszabályt 116 igen szavazattal, 43 ellen voks mellett fogadták el a képviselők a kormány kezdeményezésére. Miután a kabinet veszélyhelyzetet hirdetett a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt. A jogszabály célja, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítségére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése érdekében. A törvény megerősíti azokat a kormányrendeleteket, amelyeket eddig alkottak a konfliktust érintően. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Megjelent a piacokon a görög dinnye. Gazdag kulturális programmal készül Szabadka a Szecesszió világnapjára. Megjelent a piacokon a görög dinnye, de még nagyon drága. Szomjoltás, hidratálás és éhségcsillapítás. Kívánhatunk-e többet egy gyümölcsnek tartott, de zöldségféleként termesztett növénytől? Nyáron kevés üdítőbb dolog van, mint egy jól behűtött és kellően édes görög dinnye. A palicsi piacon található kisboltban a héten kezdték forgalmazni a nyári csemegét. Kovácsev Eszter eladó elmondta, ameddig tart a földieper szezon, nem igazán talál vásárlóra a görög dinnye, magas kilónkénti ára miatt. Nyár elején az eper, a cseresznye és a megy mellett inkább a sárga dinnyét részesítik előnyben a vásárlók. Mire kell figyelni, amikor görög dinnyét vásárolunk? Arra kell ügyelni, hogy a szára zöld legyen, az azt jelenti, hogy friss, hogy már nem régen leszedett áruról van szó. Másra a kopogásra, meg ez a régi hagyomány szerint, amit mesélnek, ahhoz én nem értek, szóval én azt nem szoktam alkalmazni. Míg egyes helyeken a napokban jelent meg a görög dinnye a pultokon, addig a Tesla telepi piac kisboltjában nem panaszkodnak a forgalomra. A Lédús csemegéből naponta 15-20 darabot is eladnak. Ízletesek, nagyon úgy néz ki, hogy jó évet fogunk megkezdeni dinnye szezonból, és bizony az ár ellenére viszik, szeretik próbálni, folyamatosan vágjuk a dinnyéket, és innentől kezdve, hogy van lehetőség felett negyedet vinni, rögtön kedvezőbb minden, mint hogyha rögtön egy 10 kilós dinnyével indítanánk, és amint látják, még raktáron is van, folyamatosan keresik és érkezik. Tisztít, szépít, fiatalít, és még fogyaszt is a görög dinnye. Gyakorlatilag nem tartalmaz zsírt és fehérjét, szénhidrátjukat pedig nagyon gyorsan megemésztjük. Cukortartalmuk egyből a vérbe kerül, és azonnal energiát ad. Ez az első dinnye, amit veszek. Talán finom lesz, jó édes. Mennyit fizetett érte? 130 nár kilója. Sokan lottam az egészet megvenni, csak egy felet. Úgyhogy most mennyi van? 4,5 kiló. A Szabadka környéki piacokon Görögországból importált dinnye kapható ilyenkor június elején. A gyümölcs 140 és 120 dináros kilónkénti ár között mozog. Sokan még kivárják a szerbiai termést. Még nem jön a hazai, addig drága. Hát ebből látom, hogy vásárolnak, ha aki nagyon szereti, akkor vásárolja. Hűsítő ilyenkor jó esik nyáron? Hogyne. Hát szeretem nyáron. Csak mondom, várom a hazai dinnyét. Tehát most két hét múlva. Remélem, hogy megjön.
A görög dinnyében található anyagok egyébként a szívnek és az érrendszernek is jók. Erősítik az immunrendszert, emellett segíthet az elhízás és az időskori cukorbetegség elleni küzdelemben is. Amint elérkezik a dinnyeszezon, fogyasszunk sok-sok dinnyét, mondják a hozzáértők. A mezőgazdasági termelés hatékonyságának és versenyképességének növeléséhez elkerülhetetlen a modern technikai vívmányok széleskörű alkalmazása, jelentette ki Nagy István a Kite Kft. Mitrovicán megvalósult beruházásának ünnepélyes átadásán. Magyarország agrárminisztere kiemelte, az élelmezés biztonsága jelen helyzetben különösen felértékelődik, még akkor is, ha láthatóan sem Magyarországnak, sem Szerbiának nincs mitől tartania ezen a téren, hiszen mindkét ország a mezőgazdaság szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. A mitrovicai és csenei logisztikai központok 50%-os magyar állami támogatással valósultak meg. Mindig is tudtam, hogy lesz itt valami fontos, csak azt nem tudtam azonnal, hogy mi, mondta a szerb mezőgazdasági miniszter az eseményen. Branislav Nedimović hozzátette, partnereink kezdetben kicsit bizalmatlanok voltak abban, hogy lesz-e itt elég munka. Van-e helye az üzletnek, és ma azt mondják, el sem hiszik, mennyi munka van itt valójában. A nemzeti kisebbségek kultúrájával és művészetével foglalkozó projekteket támogat a Tartományi Művelődési Titkárság. Idén 194 projektre összesen 15 millió dinárt ítéltek oda. Az egyesületek képzőművészeti, irodalmi, zenei és egyéb alkotásokkal, hagyományápolással, valamint könyvkiadással foglalkozó projektekkel pályázhattak. A Tisza Kálmán falvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a Sulisztár rendezvényre kapott 100 000 dináros támogatást. A Sulisztár az énekelni szerető gyerekeknek és gyermekeknek a fesztiválja, és Magyarországról is évről évre kapunk vendégeket, akik együtt versenyeznek a vajdasági gyerekekkel. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a kőketánc énekes, népi, gyermekjáték és néptáncvetélkedővel pályázott. Minden anyagi támogatás jól jön, értékel pedig nem nézzük ugye, hogy mennyi, hanem az, hogy tényleg felfigyeltek ránk, mert hagyománya van ennek. A Bács-Feketehegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület 17 éve szervezi meg a Záporka vers és prózamondó találkozót. Egyesületünk az a sérült embereket képviseli, tehát neki való programokat, akár értelmi fogyatékkal, vagy tanulásba akadályozott gyerekeket, vagy testi fogyatékkal élő ember személyeknek ad programokat és elfoglaltságot. Idén a titkárság jelentősen megemelte a támogatási pályázat keretösszegét. A 194 pályázat közül 73-at nyújtottak be vajdasági magyar egyesületek. Tavaly 8,5 millió dinárt osztottunk szét, ebben az évben 15 millió dinárt sikerült szétosztani a nemzeti kisebbségek között. Ebből 5,2 millió dinárt kaptak a magyar egyesületek, és 650 ezer dinárt pedig könyvkiadással osztottunk szét a magyar kisebbség között. A titkárság a nemzeti kisebbségek művelődési intézményeinek támogatására is megnövelte a keretösszeget 312-ről 390 millió dinárra. Pontosan egy éve annak, hogy Szabadka város képviselőtestülete megszavazta Szabadka város alapszabályának módosítását, és lehetővé vált, hogy a szerb, a horvát és a magyar mellett a bunyevác nyelv is hivatalos legyen az Északbácskai városban. Ebből az alkalomból könyvbemutatót tartottak a Városi Könyvtár olvasótermében, és elismerő okleveleket adtak át. A Szabadkai Városi Könyvtárban bemutatták a bunyevác nyelv nyelvtana, Grammatika bunyevacskog jezika című hiánypótló kiadványt. A kötet társszerzője Szuzana Kujundzsics-Osztoics, a Szabadkai Bunyevác Művelődési Központ vezetője, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnöke. Grammatika bunyevacskog jezika, prva je kompletna gramatika ovog jezika koji je prošle godine postao službeni u Varoši Subotici, a kad kažemo da ovaj narod živi na ovim prostorima, 400 godina, onda njena važnost i bitnost i naravno ono u čemu će se ona kasnije upotrebljavati nekako proizilazi samo iz toga.
Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a politikai és közéleti személyeknek, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a bunyavác nyelv hivatalos használatba kerüljön Szabadkán. Elismerő oklevelet kapott dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselőtestület elnöke is. Az egyenrangúság, az egyenjogúság, az egyenlőség miatt volt fontos az, hogy a Városi Képviselőtestület egy évvel ezelőtt a bunyavász nyelvet is hivatalos használatba emelte. Ugye jelentős számú magát bunyavácnak valló polgár él a városunkban, és ugyanúgy, ahogy a szerbek mellett a magyaroknak vagy a horvátoknak joguk van az anyanyelvük használatához, úgy azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy a bunyavácoknak is ez a joguk adott legyen. A bunyavác nyelv hivatalos használatával a Bunyavác Nemzeti Tanácsnak hatásköre lett a települések hagyományos elnevezéseinek a meghatározására bunyavác nyelven. Így lett Szabadka bunyavác nyelven város Szubatica. Június 10-e a szecesszió világnapja. Ezen a napon hunyt el a szecessziós építészet két kiemelkedő alakja, Antoni Gaudi és Lechner Ödön. Szabadkán kétnapos rendezvénysorozattal készülnek a Városi Múzeumban és a zsinagógában. Szabadka központjában mintegy 40 szecessziós stílusú épület található, a külvárosban pedig még legalább 60 ilyenre bukkanhatunk. Éppen ezért Szabadkát a szecesszió városaként is emlegetik. Arhitektura secesije jedno je od obeležja našeg grada. I u budućnosti treba da čuvamo to bogato kulturno nasleđe koje imamo i po kojem smo prepoznatljivi, ali i da radimo na popularizaciji i prezentaciji našeg kulturnog nasleđa, jer kultura može i treba da bude pokretač razvoja društva. A rendezvénysorozat csütörtökön kezdődik, délután 17 órától egy előadást és egy kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Szabadkai Városi Múzeumban. A programokat Mihajlovics Anikó, az intézmény igazgatója ismertette. 17 órától valójában egy előadás lesz majd hallható Rót Miksa ólomüveg művészetéről, különös tekintettel a szabadkai művészetére, a Szabadkán folytatott munkásságára. Az alkotásokról készült fotók vetítésével lesz ez kiegészítve, és ezt az előadást dr. Ninkov Kovacsev Olga fogja megtartani. Majd 18 órától szintén Olga művészettörténészünk a Historizmus és Szecesszió című kiállítás megtekintésén címmel fog tárlatvezetést tartani. Péntek délben az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a 110 éves városháza tornyát, délután 16 órától pedig sétán vehetnek részt a városban. Az esti programok a Szabadkai Zsinagógában folytatódnak. Az idén alapítványunk úgy döntött, hogy hagyományt keltő szándékkal az idén megindítjuk az Orgona Éjszakája elnevezésű rendezvényünket, azzal a céllal, hogy jövőre más szakrális épületek is csatlakozzanak ehhez a rendezvénysorozathoz. A Szabadkai Zsinagógában este 18 órától fellép a Zentai Mécs Virág Együttes, az Orgona Hangverseny pedig este 20 óra 30 perckor kezdődik. Ruhákat és játékokat ajándékozott a Szabadkáért teljes szívvel elnevezésű civil szervezet a Szabadkai Kollávka gyermekotthonnak. Új és kiváló állapotú játékokat és használt ruhákat gyűjtöttek ez alkalommal a civilek. A szervezet egyébként Szabadkán 140 családot segít. Hamarosan egy újabb akciójuk is beindul. Ennek keretében a szociálisan veszélyeztetett családokból érkező gyerekek lehetőséget kapnak egy ingyenesen műhely munkában való részvételre. Garderoba je znači uzrast do nekih 14-15 godina, pošto nismo znali limit, granicu, znači ono djecu koje mogu da borave ovde, tako da je do nekih 15 godina uzrast. Sad smo čuli da do 26 je limit djece koje mogu da borave ovde, tako da ćemo u nekom narodnom periodu gledati za tu, da kažem, za te odrasle, da nabavimo isto nešto garderobe. Igračke su mahom nove ili izuzetno jako očuvane. Az időjárási előrejelzés szerint jövő héten már igazi meleg nyári napok várnak ránk 30 fok körüli hőmérséklettel. Ilyenkor jól esik csobbanni, felfrissülni. Utána jártunk, hogy hol strandolhatunk idén Topolya községben.
A pacséri gyógyfürdő egész évben várja vendégeket. A két fedett ülőmedence 32 és 34 fokos sós vize, nátriumot, jódot, szulfátot, brómot és egyéb hasznos és az egészség számára fontos ásványi anyagot tartalmaz. A felnőtteknek a belépő 350, míg gyermekeknek 14 éves kori 200 dinár. A helybéli lakosok féláron vásárolhatnak belépőjegyet. 17 óra után mindenki kedvezményesen veheti igénybe a medencéket. A termáltó is hamarosan a vendégek rendelkezésére. Ahogy a Covid szigorítások megtörténtek, több ellenőrzésen kell, hogy átessünk, ennek a folyamatában vagyunk most, várjuk az eredményeket, hogy megérkezzen az egészségügyi hatóságoktól, amint az megérkezik, akkor a nyitott résszel is tudunk szolgálni a vendégeknek. A Bácskos útfalvi reki hétfőn nyit. Két úszómedence, wellnessmedence, gyerekpancsoló várja vendégeket. Ezen felül lacikonyha, étterem, tekepálya is hozzájárul a felhőtlen szórakozáshoz. A szezonnyitó buli június 17-én és 18-án lesz, valamint úszóiskolát is szerveznek. Vannak a moravicai helyi lakosoknak a belépőjegyek, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek 5 és 15 év közötti gyerekeknek 150 dinár lesz a belépő, a felnőtteknek 200 dinár, a helyi lakosoknak, illetve 5 éves korig ingyenes, és a vidéki lakosoknak pedig a gyerekeknek 300 dinár lesz a napi belépőjegy, felnőtteknek pedig 400 dinár a napi belépőjegy, illetve itt is az 5 éves korig ingyenes a belépő. Bajsán is készülnek a szezonnyitóra. 25x33 méteres félolimpiai medence várja hétfőtől a hűsölni vágyókat. A belépőjegyek maradtak a tavalyi áron. 7 éves korig ingyenes, 15 éves korig 150 dinár, felnőtteknek 250 dinár. A szezonjegy 4000 dinár. A helyieknek 7 éves korig ingyenes, 15 éves korig Bajsa kártyával szintén ingyenes, felnőtteknek 200 dinár, a szezonjegy pedig 3000 dinár lesz. 13-án hétfőn nyissuk, gondolkoztunk egy pár nap előbb, de mivel a rossz idő is befutott, úgyhogy ez definitív a nyitási rend. Újdonságok nem igazából vannak, de azért egy kicsit bővítettük a nyugágyoknak a számát, és reméljük, hogy ez mindenkinek az örömére lesz. A természetes vizek szerelmesei a topolyai tóparton frissülhetnek fel, már az elmúlt hétvégén is sokan csobbantak. Rendezett strand, felújított csúszdásmólók, étel-ital kínálat is várja a Topolyára látogatókat. Kifejezetten látványos és tömeges tiszavirágzásra számítanak idén a magyar kanizsaiak. A hozzáértők szerint minden készen áll a kérészek táncára, és a hétvégén már előrajzásra is számíthatnak a Tiszapartra látogatók. Az időjárás, a folyó hőmérséklete, a vízállás is befolyásolja azt, hogy mikor jönnek a felszínre a tiszavirágok. A helyi Mihályló Korica időnként horgászni is szokott a Tiszán, azonban elmondása szerint, amikor a kirészek a felszínre jönnek, pecázni nem is értemes. A halaknak a tiszavirág, akármelyik halnak, csemege. Úgy bezaválnak, mikor van a virágzás, hogy aztán nem lehet halat fogni, mert tulajdonképpen belakmároznak. És akkor egy jó darabig el vannak abban a sok tiszavirág, amit megettek. Ugyanakkor a madarak is itt lesznek. A kérészek 3 év lárva állapotot követően a Tisza felszínére jönnek és vedlik le lárva köpenyüket. Ivarérett rovariletük mindössze 3-4 órát tart. Ez idő alatt szaporodnak és biztosítják a faj fenntartását. A remények szerint az idei a 2019-ben látott tömeges rajzáshoz hasonlít majd. Ami a feltételeket illeti, minden adott hozzá, és úgy gondolom, hogy így is lesz. Tehát a lárvák rengeteg az aljzatán, ugye le szoktam bukni, most már minden másnap, harmadnap hozok fel a lárvákat, nézem az állapotát, és persze engedem is vissza, és most már rengeteg, tehát ilyenkor már húzódnak fel a felső rétegbe, ugye a Tiszának a fenekén. A hétvégén már számíthatunk előrajzásra, amennyiben a folyó hőmérséklete eléri a 23 fokot, a kérészek igazi tánca pedig a jövő héten esedékes.
Vasárnapig látogatható a Szabadkai Szabad Egyetemen Albert Kecskés DNS reflekció elnevezésű fotókiállítása, amelynek témája a vajdasági menhelyeken élő keverékkóbor kutyák. Nem csak az ebek portréját tekinthetjük meg, hanem egy részletes leírás ismerteti DNS összetételüket is. Ez alapján megtudhatjuk, milyen kutyafajták keverékéből születtek. A kiállítás a Positive Genes elnevezésű projekt részeként valósult meg, amely egy tudományos és oktató projekt célja, hogy a DNS elemzés segítségével megoldják a kóborkutyák és a gazdátlan állatok problémáját. Psi mešanci su ti koji su u najvećem broju po prihvatilištima i oni ne dobijaju toliku priliku da se udome. Ja sam razmišljao šta je to što bi zaista moglo da pokrene i rešavanje problema napuštenih životinja i šta je to što bi ubedilo buduću domitelje, osim toga što su oni zaista lepi, argumentovano da ih udome. Jer cilj ovog projekta jeste taj da podignemo vrednost psima tako što ćemo izlistati čiste rase koje imaju u sebi, jer na taj način mogu i osobine da se istraže da bi oni bili udomljeni. Elaltattak egy parlagi sast Ausztriában. Az Artemisia névre keresztelt madarat az osztrák ornitológusok jeladóval látták el. Élete első évében Görögországtól Franciaországig bejárta Európát. Most lőtt sérüléssel találták meg Ausztriában. A szakemberek szerint ülőhelyzetben érhette a találat. A golyó majdnem levágta mindkét lábát. A lövés okozta nyílt törés és a nagy vérveszteség miatt végül elaltatták. A rendőrség nyomozást indította a védett madár ügyében. Medárd napja van. A legismertebb időjóslás szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esik majd. Ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd frank származású katolikus püspök, a flandriaiak megtérítője volt. Legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Egy mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott. A hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső pedig véget vetett a dorbézolásnak. A meteorológusok egyébként szombatig erős viharokra figyelmeztetnek Szerbia szerte jégesővel és erős széllel. A nappalok is hűvösebbek lesznek a korábbiaknál, az előrejelzések szerint a hét második felében a csúcshőmérséklet nem haladja meg a 27 fokot. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re kikapott az Európa-bajnok olasz csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában kedden. A cezenai találkozón Nicolo Barella pontos lövésével az olaszok szereztek vezetést a 30. percben, majd közvetlenül a szünet előtt Lorenzo Pellegrini duplázta meg az előnyüket. A magyarok Gianluca Mancini öngóljával szépítettek a 61. percben, de erejükből az egyenlítése már nem futotta. A magyar csapat a második helyen áll a csoportjában, a válogatott a szombati harmadik fordulóban pedig a németeket fogadja a Puskás Arénában. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A regionális együttműködés jegyében kezdődött meg Ohridban a Nyitott Balkán konferencia első munkanapja. Mintegy 200 belgrádi iskolában volt bombariadó ma reggel. Stájerország és Vajdaság tartományi szintű együttműködéséről tárgyaltak Újvidéken. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott az olasz csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában. Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk a továbbiakban, és 21 órától Brasnyó Antal és zenekara koncertjét láthatják. Szép estét kívánok, viszontlátásra!